Kedves barátaim, azt gondolom, hogy egy olyan témáról beszélhetünk ma, ami komoly lehet. Bizonyos értelemben folytatja is egyébként az előzőket, hiszen a hungarikum fogalma manapság tágabb, mint eredetileg gondoljuk, ugyan itt lehetséges definíciós viták is bonyolódni, tehát arról beszélgetni, hogy vajon mit is jelent a hungarikum fogalma abban a szempontból, hogy például úgy vegyük ezt, hogy van valami, ami mindenütt létezik a világon, és akkor abból, ami a miénk, ami csak ránk hasonlít, amit csak mi tudunk, azt nevezzük hungarikumnak, tehát mit tudom én, mondjuk bélbe töltött húsféleség, az millió helyen van a világon, de mondjuk, mit tudom én, csabai kolbász, vagy gyulai kolbász, az csak mi nálunk van. Vagy mit tudom én, ugye birka pörköltet is főznek rengeteg helyen, de mondjuk a karcagi birka, hogy kinéz, ugye a Bödömbe, vagy a bográcsból, ugye az csak mi nálunk van. Tehát így fogjuk-e föl a hungarikumot, vagy pedig a hungarikumnak nevezzük-e azt is, ami sehol máshol nincsen, csak mi nálunk van, akkor viszont felmerül a kérdés, hogy van-e értelme egyáltalán hungarikumnak nevezni, hiszen az önmaga nincs belőle több, tehát a dolog értelménél fogva is az nem is lehet más, tehát ilyen módon egy ilyenfajta fogalmi plusznak nincs értelme. Beszélgettem erről barátaimmal, nem tudtuk meg, de is szóba összeszedtük azt, hogy mi mindenről lehet szó, de ők például azt gondolták, hogy mondjuk Széchenyi István életműve, ugye? Széchenyi életműve, hogy ez hungarikum. Jó, de hát nincs kínai Széchenyi, nincs dél-amerikai Széchenyi, ugye? Tehát Széchenyi csak magyarul létezik. Tehát hozzáteszünk bármi pluszt ahhoz, hogy Széchenyi István, ugye azzal, hogy ezt egyben kinevezzük hungarikumnak. Nem döntöm el ezt a kérdést, ugye ezt hagyjuk ezt nyitva. Minden esetre értem azt, ha valaki úgy érzi, és itt nagyon fontos szó volt, ugye Horváth Zsolt az érzelmekről is beszélt, tehát itt az, hogy mit tekintünk értéknek, az nem csupán egyfajta objektív mérce kérdése, hanem hogy elindít-e bennünk valami pluszt, ugye olyan, tehát magyarul olyan érzelmi energiát is mozgat, ami viszont minket újabb és újabb értékek teremtésére mozgósít. Tehát ez is benne van a dologban, de azt kell gondolnom, hogy ha van egy zsenink, nagyon sok zsenink van szerencsére a magyar történelemben, és az ő létrehozott valamit olyan pillanatokban, olyan módon működött, ami mindnyájunk számára valamilyen szempontból fontos és érdekes lehet, akkor ha úgy érezzük, hogy ezt a plusz érzelmet ki tudjuk fejezni azzal, hogy őt egyben úgy is magunkénak valljuk, hogy hungarikumnak nevezik, azt gondolom, hogy ebben semmi rossz, semmi bántó nincsen. Azt hiszem, erről a specialitásról lesz majd módon most beszélni. Úgy éreztem, hogy érte több irány, több módon is beszélhetünk erről az örökségről. Úgy is, hogy kiválasztunk bizonyos különböző szempontokat, és annak alapján csoportosítjuk. De lehet azt is, hogy kicsit elindulunk vele, belekarolunk, ugye az ő életútján végigkísérve, és így emelkednek ki azok a mozzanatok, amelyek számunkra is a mi mai életünkben is nagyon fontosak lehetnek. Azt gondoltam, hogy talán ez a megközelítés egy kicsit szórakoztatóbb, talán izgalmasabb, és ezért indulunk el ilyen módon. Egy kicsit a korról, ugye pár szót, amelyben Széchenyi fölemelkedik. Ugye a 18. század második felébe vagyunk, Magyarország a Habsburg Birodalom része, és a birodalom szembesül az új világ új kihívásaival, ugye drámai, gazdasági átalakulások zajlanak az egész világon, ugye zajlanak a nagy földrajzi felfedezések, az emberiség, az egész földgolyót egy nagy összefüggési rendszerben kezdi összekötni, ugyan nagyföldrajzi felfedezések, a gyarmatbirodalmak révén, ugye Európa megismeri a távoli világokat, kialakul egy nagy, hatalmas összjáték, amit piacgazdaságnak lehet nevezni, és ennek során az emberek közötti érintkezések felerősödnek. Ezek a kihívások Közép-Európa tájain először Mária Terézia idején jelennek meg. Itt
egy nagyszerű, jó lehet volna, hogyha fiatalkori képet azok, mert látok, hogy milyen bitang jó csaj volt tulajdonképpen a Mária Terézia fiatalkorában, de nem csak olyan szép volt, hanem okos is volt az apja, imádta egyébként harmadik Károly, és szinte bármit megengedett a lányának, még azt a luxust is megengedte magának, hogy szerelmi házasságot kössön, ugye a fiatal Lotaringiai Ferencet, akit a franciák elüldöztek az ő hercegségéből, ugye őt választotta magának a fiatal Mária Terézia, aki a birodalom egyetlen örököse volt. Ugye itt a véletlen is belejátszik a történelem működéseibe. Ugye, hogyha Lipót, ugye a híres első Lipót magyar király és német-római császár mondjuk benyal egy vírust, mondjuk, feldobja, ha nem is a bakancsait, de a cipellőit, ugye a barokk cipellőit feldobálja, akkor nincs közép-európai Habsburg óriás birodalom. Nincs két világháború, lehet, hogy ma is boldogan élünk a magyar királyságban. Tehát egyszerűen, hogyha nincsenek Habsburgok, kivonjuk őket, a Habsburgok 400 évét az európai történetben, elképzelhetetlen. Nem is akarok erről gondolkodni, csak jelzem azt, hogy mi minden, hogy milyen véletlenek is vannak. A véletlen is például az, hogy nem volt fiú ági, férfi örököse a dinasztiának. Csupán, nem is ez nagyon ronda csupán, nem is mondok csupán, ezt most visszamondtam, remélem nem hallotta senki. Egy hölgyről van szó, aki azonban szép volt és okos. Tudta, milyen tanácsadókat kell megválasztani. Felismerte azt, hogy Magyarország óriási érték a birodalom számára. Persze ő azt akarta, hogy a birodalmat szolgálja, de felismerte azt, hogy a magyarok érzékenységét azt figyelembe kell venni. Hogy a magyarokra támaszkodni lehet, bízni lehet bennük. Ugyanakkor egy kicsit olyan furcsa, kicsit mások, mint a birodalom többi része, de ha ezzel foglalkozunk, ha ezzel törődünk, akkor azt az energiát, azokat az erőforrásokat, mindazt, amit Magyarország, mint egy közép-európai birodalom támaszpontja jelenleg, ha ezt kihasználjuk, akkor a monarchia európai szerepet játszhat, ugye nem marad le a versenyben Poroszországhoz vagy Franciaországhoz képest, tehát az a nagy-nagy vetélkedés, ami az előző századokban ugye a franciák és a Habsburgok között zajlott, az egy új helyzetben már nem a velük való vetélkedésben, mert ugye az ő politikai zsenialitása és többek között a franciákkal való megegyezéshez vezetett. Tudjuk jól, hogy az ő lánya, ugye Marie Antoinette lett a francia királynak, 16. Lajosnak a felesége. Tehát már nem mint klasszikus ugye Habsburg-francia vetélkedés, hanem egyáltalán mint az európai egyensúly egyik kulcs eleme, ugye maradjon meg a Habsburg birodalom. Ugye Európában négy óriás nagyhatalom van, ugye Franciaország, Poroszország, Oroszország és a Habsburg birodalom, és hát persze Anglia a kontinensen kívül, amely hát ügyel arra, hogy ez az egyensúly, ez a hatalmi egyensúly, ez a balance of power, ez megmaradjon. Említettem, hogy a királynő, számunkra királynő, hiszen ő nem volt, ő csak császárné volt, ugye nem lehetett a német-római birodalom uralkodója, az csak férfi lehet, ugye a férje Ferenc volt a császár, ő csak császárné volt Magyarországnak, ez lehet királya, neki az első koronája az Magyarország volt. Tehát ő magyar királynő volt, cseh királynő volt, és császárné. Nos, ő az egyik is nagyobb zsenialitása a tanácsadók megválasztása volt, és a tanácsadók nagyszerű munkáját azután a legidősebb fia teljesítette ki, aki szintén zseniális figura volt, Józsefet látjuk, a magyar trónon második Józsefet, aki nem egyszerűen felismerte a modern világ kihívásait, és azt, hogy a birodalom szerkezetét, működését, azt a tudományok új fölismerései alapján kell fejleszteni, hanem azt is átélte, hogy az uralkodó az nem egyszerűen azt csinál, amit akar, hogy őt az a morális örökség, amivel az emberiség rendelkezik, és amelyet a kereszténység közvetít elsősorban, azt a morális örökséget megköti. Neki az alattvalók javára kell működnie, neki segítenie kell az embereken, a szegényeken, a nyomorultakon. Minden alattvaló közös üdvére kell cselekednie. De hát nem kell, hogy beleszóljanak. Mindenféle ostobasságot művelne még a végén. A buta emberek nem tudják, hogy mi a jó nekik.
Ő azonban ugye nem csupán hatalmat kapott születése folytán, hogy ezt a jót megtegye, hanem tehetséget is hozzá. Tehát ő úgy érezte, hogy az ő abszolút uralkodói hatalma az épp arra való, hogy az alattvalóinak jót tegyen. Ez azután komoly problémákat okozott. József például nem akarta letartani azokat a feltételeket, amelyeket még a középkorból örökölt rendi államszerkezetben a különböző tartományai irányítva be kellett volna tartania. Ő azt gondolta, hogy az ész segítségével tokat. Itt például egy híres metszet, amin József ugye beutazza országait, és kipróbálja az ekefajtákat. Tehát ő például minden részletet akar tudni. Tudta, hogy az agrárgazdaság az egyik legalapvetőbb, legdöntőbb terület, aminek a modernizációja, ugye, hogy növekszik a népesség, egyszerűen az agrárgazdaság fejlesztése döntőkörben nincs nyersanyag és nincs élelmiszer, tehát hogy milyen ekefajták vannak döntőre, hogy itt is látszik, hogy ő számtant, tehát kipróbálja ezeket. Még számos egyéb példa van erre, ugyanígy a mesterségekkel, ugye a Kovács műhelyben, az asztalos műhelyben, ugye kipróbálja, hogy maga tudja, hogy működik az ipar, hogy működik az iparcikkek, a tárgyak, az életünket segítő anyagi világ létrehozásának, ez egész összetett, bonyolult világa. És mind eközben őt egy nagyon mély elhivatottság vezeti az ügyben, hogy az embereknek jót tegyen. Azonban József azt nem ismerte föl azt, hogy az embereknek nem csak az kell, hogy nekik jó legyen, hanem az is kell, hogy úgy legyen jó, ahogy azt ők szeretik. Az emberekkel nem csak segíteni kell, hanem az emberek szeretnek beleszólni a saját sorsuk intézésébe. Az emberi lénynek van egy igénye arra, hogy ő dönthessen a saját sorsáról. Ezt József nem ismerte föl, továbbá nem csupán ebben mondhatjuk így az egyénre vonatkozóan nem ismerte föl, hanem a dolog bonyolultabb abban a szempontból, hogy neki egy nagyon összetett, nem egy homogén államalakulatot vezényelt ő, hanem egy nagyon összetett konglomerátumot, amit elsősorban az uralkodó személye kötött össze, és nagyon különböző feltételei voltak annak, hogy a birodalom egyes részeit hogyan lehet irányítani. Más volt a helyzet Csehországban, Magyarországon, Stájerországban, Tirolban, Belgiumban, és a legkülönbözőbb helyeken, ugye, amik még ő hozzá tartoztak. Ennek megfelelően az az egységesítő törekvés, az a Gesamtmonarchie, amire törekedett József, annak az irányítási feszültségei hamarosan annyira erősek, annyira drámaiakká váltak, hogy elindultak vele szemben a szervezkedések, elindult egy külső beavatkozás. Poroszország ugye fölismerte azt, hogy hát József ellen manipulálhat és lehet valamit. Most ez az a helyzet, amikor ugye a mi Széchenyink édesapja, mint fiatal ember, ugye bekapcsolódik a világba. Tehát azért beszélek erről ennyit, hogy érzékeljük azt, hogy egy elképesztő formátumú személyiség nagyszerű problémái, ugye, és gondolatai hatnak őre. Ugye Cenkről, az 1750-es években elkészült Cenki kastélyból, ugye a Széchenyiek ifjú gyermeke, két megragadja az a formátum, amit második József megragadja őt az emberbarát morális elköteleződése. Megragadja őt a tolerancia gondolata, hogy tisztelni kell az emberek meggyőződését, mert ugye lehet, hogy különböző úton keresik azt az igazságot, aminek az erkölcsi lényegét persze többé-kevésbé mindnyájan hasonlónak látják. Aki felismeri azt, hogy a modern, hogy az embereknek jót tegyünk, ahhoz elsősorban az emberek tehetségeit kell figyelembe venni, és nem azt, hogy ugye, hogy mondjuk a kereszténység melyik irányzatát követik, hogy a nyomorult jobbágyot ugye föl kell emelni, és az ő sorsán segíteni kell. Tehát emberbarátnak kell lenni, mert ez morális kötelességük. Ez ugye a fiatal Széchenyi Ferencet, és ugye megragadja.
ide járt egyébként a Teréziánumban, járt ez Bécs egyik nagyszerű nevelőintézete, Mária Terézia idején alapították, és itt akkor legmodernebb filozófiai, közgazdasági, jogi tanulmányait sajátította el, a felvilágosodás irodalmát, a korabeli művészetek legnagyszerűbb eredményeit, és többek között, ugye, mint a Teréziánum kiemelkedő diákja, ugye megismerkedett kiváló barátokkal. Ez a szimpatikus férfi, akit itt látunk, Festetics György, ugye a Keszthelyi gróf, aki ugyanúgy a Teréziánumban járt, csak egy vagy hét évvel Széchenyi Ferenc fölött, tehát ők nagyon hamar összebarátkoztak egymással, de még jobban tetszett neki Festetics Györgynek a nővére, Festetics Julianna, de a bátyja Széchenyi József lecsapta a kezéről, és elvette feleségről. Egy szerelmi dráma, és motoz itt a háttérben, amely a barátságot egyébként nem érintette, és mind a ketten ugye Józsefnek ragyogó hívei voltak, és aztán valahogy az féletlen, a sors ugye közbeavatkozott. József hamar meghalt. Csak 3 évig voltak házasok Julianával. És a gyönyörű sógornő ugye magára maradt, özvegyen maradt. És itt látjuk ugye Széchenyi Ferencet, amit épp egy rózsát szakít le, hogy az imádott Juliannának. Mi csoda a sógornővel? Abszolút, hogy a korabeli egyházjog ezt kizárta. Ez olyan rokoni foknak számított, hogy valaki nem vehette feleségül a saját sógornőjét. No, ugye jelenlegi genetikai ismereteink szerint ugye itt nem semmilyen probléma nem állt fönn az ügyben. Pápai diszpenzációt kellett kérni. 10 000 korabeli osztrák forint azért az nagyon-nagyon nagy vagyon volt. Lealkutták 6 000-re, de azért 6 000-re ki kellett pengetnie a Széchenyieknek a római pénztár számára, ugye, hogy a diszpenzációt megkapják. A festetések is féltek ettől, de a Ferenc szerelme, ugye, a két fiatal szerelme, az legyőzte ezeket az akadályokat. És hát itt persze hát természetesen komoly vagyonjogi és egyéb szempontok is persze amellett szóltak, hogy ugye az özvegy, tehát a bátynak az özvegye révén, ugye az öcs révén a vagyon az együtt maradjon. És ez a fiatal Széchenyi Ferenc, aki tehát főleg szerelmes a gyönyörű feleségébe, aki egy nagyszerű, kiváló reformegyet Festetics Györgyét, tudjuk, hát ő alapította az első mezőgazdasági felsőfokú tanintézetet Közép-Európában is, így Magyarországon is, ugye ez a híres Georgikon, Keszthelyen, vagy ugye nagyszerű irodalmi ünnepségeket szervezett, a Helikon ünnepséget, vagy ő volt az ugye, aki a hadsereg magyar nyelvű vezényleti nyelvért, ugye, mint egy lázadásba került a 90-es évek elejére. Tehát egy nagyon komoly örökség az, amelynek a részeseként Széchenyi Ferenc, ugye a fiatal József egyik nagyszerű híveként jelenik meg. De nem véletlenül választottam ezt a képet második Józsefről, ugyanis nincs rajta korona, igaz? Második József, aki tehát kalapos királynak, akit kalapos királynak gúnyolt a magyar politikai publicisztika. József ugyanis nem akart megesküdni a magyar rendi alkotmányra, hogy ne kelljen betartani azokat a feltételeket, amelyek megkötötték az ő kezét Magyarországon. Hogyha ő ugyanazokat az emberbaráti reformokat be akarta vezetni Magyarországon is, mint a birodalom többi részén, ahhoz neki a magyar rendekkel szemben konfliktus kellett vállalnia. A magyar rendekkel szemben kellett volna fellépnie, amit viszont az eskü, ha letette volna, megakadályozott volna, vagy legalábbis morális akadályt jelentett volna. De Széchenyi Ferenc nagy dilemmába került, nem csak ő, hanem mindazok, akik József mellé álltak. Az emberbarátot tisztelték, de megszólalt bennük a hazafi is. A magyar történeti örökségnek van egy önrendelkezési hagyománya. Igaz, hogy ez a nemesség a rendek önrendelkezése volt a jobbágyok fölött, de egyben Magyarország fölött is.
az önrendelkezésben, ugye az a mozanat van, amiről már az előbb beszéltünk, ugye az a mélyebb igazság van benne, hogy az embernek van-e joga, van-e szabadsága önmagáról dönteni. Azáltal, hogy Magyarország történeti jogében önálló volt, ezáltal ebbe benne volt az önállóság modern, de még demokratikus formájának a lehetősége is. Ez ennyire nem volt világos Széchenyiék számára, de az igen, hogy a magyar önállóság az önérték, amit nem csak a magyar értéktárba kell fölvenni, hanem az európai értéktárba, és azt gondolták, a világ értéktárba beletartozik, hogy Magyarország önállóságra vigyázni kell. És ezt azonban József nem vette figyelembe. És ez az ellentét, ez a dilemma, emberbarát vagy hazafi, az ön erősnek bizonyult, hogy Széchenyi Ferenc visszavonult a közügyektől. Úgy érezte, hogy nem támogathatja már Józsefet, mert hiába ért egyet az emberbaráti törekvésekkel, a jobbágyi jogállapot eltörlésével, ugye a toleranciával és a többi nagyszerű kezdeményezéssel, nem egyezett abba bele, pedig még nagyszerű ugye, pozíciókat is vállalt, ugye ő volt annak a, igen, pont ez a vidék, ami vagyunk, tehát ez a baranyai, szlavóniai vidéknek az új Józsefféle közigazgatási felosztásban ennek volt ő ilyen főispánszerű vezetője, tehát egyik annak az öt figurának, akik az átalakított közigazgatás vezető voltak, sőt az ő titkára, Hajnóci József volt Szerém megye alispánja, az első nem nemesi származású alispán a magyar történelemben. De mégis Ferenc úgy érezte, hogy ezt sajnos nem vállalhatja. Józsefnek a rendi alkotmány elleni támadás annyira erős, hogy ezzel ő nem vállalhat közösséget. József betegséget kapott a török elleni háborúban, lent Belgrád ostrománál megbetegedett, és 10 évig uralkodott. És hagyomány szerint, ugye, halálos ágyán mind a 6000 rendeletét visszavonta. Tehát a Kaunitz herceg főképpen, ugye anyjának nagyszerű tanácsadója, akinek ő már nem kérte ki a véleményét, de mégis Kaunitz meg tudta győzni arról, hogy ez zsák utca, a birodalom végveszélybe rohan, a poroszokkal összefogva a magyarok, a csehek és a többi rendek fel fogják robbantani, tehát mint egy tiszta lapot kell teremtenie, és József utolsó lenyűgöző államférfi teljesítményével visszavonta több mint 6000 rendeletét, kivéve 3-at. A jobbágyság jogi eltörlése, ez persze valóságosan nem segített a jobbágyokon, de jogi értelemben már a személyüket szabadná tette, a tolerancia rendelet, és az alsópapság anyagi támogatása, ugye a püspökök óriás vagyonával szemben, hogy a nyomorult falusi papoknak is legyen valamennyi pénzük. Ezt a 3 rendeletet kivéve a többit visszavonta. Ugye úgy tudjuk, hogy ez azon az éjszakán történt, amikor a Burgtheaterben a Kossziphán tudtét mutatták be. És a zseni, ugye a zenetörténet egyik legbűbályosabb, legzseniálisabb figurája, az egyik legklasszabb operáját nyomta éppen. Hát hihetetlen sztori, ugye, de az a magánélet problémán szól, a szerelmesekről szól, ugye arról, hogy bízhatunk meg egymásban. Tehát a modern ember olyan problémái jelennek meg, hogy az érzelmek, hogy már a házasság az már nem pusztán vagyon kérdése, már a szerelem, az érzelmek is ebben szerepet játszanak. Tudjuk, hogy ez jó ideje már muzsikál az európai kultúrtörténetben, hogy az érzelmeket mit lehet kezdeni. És Mozart egy nagyon-nagyon ravasz történetet kerekít arról a maga zseniális muzsikájával, hogy átverik egymást a szerelmesek, ugye azt hiszik, hogy porban ezek a másikat elbúcsúznak egymástól, majd a fiúk elszaladnak és beöltöznek igazi nagymenőnek. Most abban a korban az igazi nagymenők azok az albán grófok voltak. Tehát ma nem biztos, hogy albán grófnak öltözne be valaki, aki imponálni szeretne, ugye a Ford Mustangjával jönne, vagy pedig a magánrepülőgépével. Ők albán grófnak öltöztek be, és visszajöttek, és a saját barátnőiknek kezdték el csapni a szeret. És egyszer csak
gáz van, mert a hölgyek kezdenek puhulni, puhulni, puhulni. És akkor, amikor már nagyon-nagyon-nagyon nagy gáz van, akkor a fiúk kiborulnak, és elkezdik verni az asztalt, hogy micsoda, ti fogadkoztatok, hogy majd, hogy minket nem, hogy hűségesek lesznek örökre, és most ugye ide jön két majom király, ugye veri a palávert, és akkor ti rögtön bedőltök. Mire a csajok? Mi azt hittétek, hogy mi nem vettük észre, hogy ti csaltok? És ti vajon meddig jártottatok volna? És egyszer csak ott állnak a történet közepén. Először mindig azt hitték, hogy átverték a másikat, közben saját magukat verték át, mert nem lehet már ugyanonnan, ilyen élmények után, már nem lehet ugyanonnan folytatni tovább. Valahol a bizalommal valami nagy baj történt. És a gyönyörű muzsika ezt járja körül, és figyelmezteti az embert arra, hogy emberek, vigyázzatok, mert nem minden játék. Szóval vannak dolgok, amiket komolyan kell venni. Hát ugye, legény drága Mozart, ugye másik, ugye volt a nagy mecénás, hogy abba bízott, hogy nagy sikere lesz az operának, és ugye kapja a császártól a megrendeléseket, és hát József nagy abszolút értéket, hát tudta, hogy Mozart zseni azért az nem minden bokorba terem, de hát sajnos nem volt ott a császár. És ha nincs ott a császár, akkor az összes többi lebzselő, ugye, akiknél egyébként komoly pénz van, akkor már nem úgy jönnek a megrendelések, akkor már a színházigazgatók, az intendánsok, az inspektorok, azok már nem úgy segítenek. De hát sajnos Kosszifán tudta, ugye ma, ugye, talán éppen most is megy éppen, ha jól tudom, a mi operázunk, és hát ez egy világsiker azóta. De mégis ott és akkor ugye Mozarttól nem tud segíteni, Mozart egyébként nagyon sok pénzt keresett, de el is verte. Úgyhogy, tehát ő nem úgy nyomorgott olyan klasszikusan, ugye, mint az ókorban szokás nyomorogni, hanem a művész ugye sajátos hullámai folytán. József hagyanakkor éppen azáltal, hogy igazi emberbarát volt, egyben a szabadságeszmények szimbólumává vált, már halála után is. Tehát József után már nem lehetett ott folytatni a dolgokat, ahol korábban volt. A birodalomnak a felénk eső részeiben mi elsősorban ugye az abszolútista uralkodót látjuk, aki a mi jogainkat semmibe veszi. A birodalom nyugati területén vagy sokkal inkább a modernizáló, a kisemberrel is foglalkozó szeretett uralkodó, meg egy picit, ahogyan mi Mátyás, megvan egyébként a Szép Ilonka történetnek a pandanya, csak ugye nem vidéki udvarában megy a vadász, hanem az Algartenben sétál a polgár, ugye, ahol a fiatal lány ugye találkozik, aki nem az őszpeterdi lánya, egy nemes kisasszonyka, hanem a Votrubba asztalosnak a gyereke, a bécsi, egy városi társadalomban, és ugye, és akkor ugye nem a, és hogy hívják a fiatal embert, ugye, Kaiser Josephnek, nem József Kaiser, csak Kaiser József. Ugye, és a dolgok, és amikor aztán ugye kiderül, hogy a kislány nem az asztalos lánya valójában, hanem a Kaunitz hercegnek a korábbi szerelmei folytán ugye kukorikó született leányzója, és akkor ő meglátja Kaunitznál ugye, hogy ki az a fiatal ember, körül beszélgetett az Algartenben. Hervadás, a lilium hullás volt, ártatlanság képes bánati. Tehát József a német nyelvterületen egy ilyen Mátyás királyszerű figura, és nem is véletlen, hogy a gyönyörű szobrát, ugye ott van a Hofburg ugye udvarán, 48-ban, a jobb oldalakép azt mondja, 48-ban, ugye az Egyesített Németország, a német szabadság a demokratikusan kivívandó nemzeti egységnek a zászlaját tűzik a kezébe. És ez a Józsefnek, ennek ott egy öccse. Itt látjuk őket Rómában egyébként, a jobb oldali József, a bal oldali pedig Lipót, a toszkánai nagyherceg. Ez a Lipót legalább akkora nagy tehetség volt, mint József. Hihetetlen műveltség, elsőrangú politikai érzék. És ő benne is meg volt persze az, hogy az Úristen őt is kiválasztotta erre a nagyszerű feladatra, de
volt benne empátia. Tehát képes volt arra, hogy felismerje azt, hogy nem szabad olyan erőszakos módszerekkel, olyan kizárólagosan, olyan durván intézni ezt. Mindent el lehet intézni, ügyesen, okosan megdomáljuk, bevonjuk őket, rávesszük őket, elintézzük őket. Tehát a magyar rendi jogok figyelembevételével is lehetséges a birodalmi modernizációs programot végrehajtani. És így azután ugye második Lipót, ugye trónra lép 1790-ben, ugye József halálakor, és Széchenyi Ferencnek is ugye megnyílik a lehetőség, hogy visszatérjen a politikai életbe, ugye boldogan, ugye a kiemelkedő magyar mágnások sorában, ők is ugye Lipót híveivé szegődnek. Lipótnak, aki tehát mindazokat az emberbaráti eszméket tovább viszi a birodalmi modernizáció érdekében, amiket József fölvetett, de tiszteletben tartva a magyar rendi jogokat, lényegében azt a kompromisszumot, amit még 1711-ben a szatmári békében kötöttek meg a habsburgok a magyarokkal, a magyar rendekkel, és aminek az volt a lényege, hogy Magyarország része marad a birodalomnak, segíti a birodalom európai nagyhatalmi politikáját, de máshol a birodalom tiszteletben tartja Magyarország önállóságát, és azt, hogy a magyar nemességgel a magyar országgyűlésben és a megyékben megosztja a hatalmat, és vele együtt gyakorolja Magyarország irányítását. Ez a lehetőség most itt újra kinyílt és megnyílt, és Széchenyi Ferenc nagy örömmel kapcsolódott bele ebbe, de megint közbeszólt a történelem és a véletlen, amiről az előbb beszéltünk, ugyanis teljesen váratlanul második Lipót meghalt 1792-ben, és a fia első Ferenc került a trónra. Ferencet itt most már idősebb korában látjuk. Ferenc egy értelmes fiatalember volt, de nem volt benne ambíció. Hiába volt a négy legnagyobb európai nagyhatalom egyikének az uralkodója, ez tulajdonképpen nem érdekelte őt igazán. Meg volt a műveltsége, tudás, nyelvtudása, hogy az államügyeket adminisztrálja, de nem volt benne vágy, hogy erről koncepció legyen, hogy akarjon ezzel kezdeni valamit. Mindig szüksége volt valakire, aki az alapötletet megadja. Ez kezdetben Sándor Lipót volt, az ő egyik öccse, aki magyar nádornak is kinevezett. Később pedig, mint tudjuk, Metternich herceg. Tehát nem véletlenül, ugye Ferenc korszakát, nem ő maga fémje az emetei. Miközben egy nagyon jó pofa figura volt egyébként. Akkoriban még nem volt ilyen, hogy ilyen fülbedugós, ugye ilyen őrzővédő emberek rohangálnak a királyok körül. Tehát ők simán, ugye kikocsizott Bécsbe, és az emberek boldogan integettek neki. Ugye egyszer, ami megyei ellenállásnál az egyik megyében megtagadták az újoncozást, és az egyik alispánot keményen, ott az udvar ellen dumáltak minden. Mire fogta és felvezényelte a kurucot Bécsbe, hogy ott jól leteremtse. És hát nyomja neki a dumát keményen, hogy így kell az uralkodó iránti kötelező tisztelet. És az meg szegény, egyre van, nyomorult, végül kinyögi, hogy nix tajcs! Mire Ferenc? Tudja mit? Ezt előbb is mondhatta volna. Tehát ez a fajta könnyed, bécsies humor is megvolt benne. De valójában a birodalmi politika fő irányának kitalálására nem volt ambíciója, és ahogy említettem, elsőben Sándor Lipót volt az, aki hatott rá, egy roppant tehetséges, nagyszerű fiatalember volt ő. A mi tragédiánk volt az, hogy Sándor Lipót olyan mélyen érte át a birodalom veszélyeztetettségét, azt, hogy a Habsburg birodalom egy konglomerátum, olyan darabokból áll össze, amelyek nem igazán illenek össze. A legkülönbözőbb politikai, jogi és egyéb elemek, ezekből nagyon komoly problémák lehetnek, hogy ezért úgy döntött, hogy Magyarországtól félni kell.
hogy a francia forradalom hatására a szeparatizmus fog Magyarországon érvényesülni, és amikor egy kis nyomorult, kis ócska kis összeesküvést lelepleztek, akkor azokat azonnal ugye magyar jakobinusoknak nevezték el, és a legsötétebb francia forradalom érvényesül, és egy nagyon durva terrorpolitikával, ugye a Martinomi Csignác vezette ilyen nemesi értelmiségi szervezkedést, ami hát egy tulajdonképpen, amivel Sacsimát lehetett volna használni, lehetett volna építeni egy olyan nagyvonalú politikába, pláne, mint a második Lipóti. Ugye Martinovics korábban együttműködött Lipót titkos rendőrségével. De hát Ferenc rendszere már nem Lipóti, egy merev, kiváltságőrző, konzervatív, magába zárkózó rendszer alakult ki, amelyik Lipót, Sándor Lipót vezetésével durva terrorpolitikával kezdett. Itt látjuk azt a híres metszetet, ami fenn Budán, ugye a generális kaszáló réten a kivégzések szimbolikus jelenetét ábrázolja. Ugye ezt hívják ma vérmezőnek, éppen a magyar jakobinusok 1795-ben zajló kivégzése miatt. És a fának a levelei azok tulajdonképpen a kivégzett szabadsághősök. Közöttük az a Hajnóci József, akiről az előbb beszéltem, aki Széchenyi Ferencnek volt a titkára. És aki re, ugye, most úgy emlékezünk, hogy a holttesteket eltöntötték. Tehát nem volt az új sajnos a magyar történelemben, ugye, hogy nem engedték, hogy a mártírokra emlékezzenek. Csak a 20. század elején a fővárosi azértárban előkerült véletlen feljegyzések alapján derült ki, hogy valahol a budai, a Besed-Basarét felé a Kútvölgyi oldalon emelkedik a domb, hogy ott találták meg a sírokat. De hogy hol volt a kivégzés, azt a budai polgárok megőrizték, ugyanis a vérmezőn kitapostak két ösvényt kereszt alakba. Tehát az egyik irányból oszlában, a másik irányból pedig keresztbe, és ahol a két ösvény összetalálkozott egymással, ott volt egykor a vesztőhely. És ma ennek a helyén egy ilyen stilizált szarkofág látható. Tehát ha valaki elvesít el, ez a Szél Kálmán tér felül, tehát nem a déli pártal, hanem már a Szél Kálmán tér felüli sarkában van a térnek. Nyilvánvaló, hogy ez Széchenyi Ferencet megint csak visszavetett egy évtizedre, ugye nem tudott szerepet vállalni. Amikor aztán a napóleoni háborúk idején ugye újra helyreállt a magyar rendek és a Habsburgok kapcsolata, hiszen ugye katonák tíz és tízezrei ugye harcoltak a huszárezredekben, a gyalogezredekben, a császári hadseregben, Napóleonnal szemben, akkor persze újra a helyzet javult, ugye? De ebben a javulásban egy nagyon érdekes figurának kulcs szerepe volt. Itt látjuk Lipótot megint, még Toszkánában, Firenzében éltek, ugye a Pitti palotában vagyunk, a Bogóli kert van ott a háttérben, ugye manapság ezek lenyegező kultúrhelyzetek, és látunk egy bájos kis krampuszkát ott a hölgyik ölében, ugye ez Mária Ludovika, spanyol infánsnő, második Lipótnak a felesége, és a kilencedik gyerek van az ölükben, akit úgy hívtak, hogy József. Most ez a József, ezzel nagy szerencséje lett a magyar nemzetnek. Ő lett Sándor Lipót után a magyarok nádora, többen a király helyettese, a éres József nádor, aki megtanult magyarul, és aki megérezte azt, hogy Magyarország nádorának lenni, az sokkal nagyobb méltóság, sokkal nagyobb hogy fejezem ezt ki? Mint a kis incifinci kutykorút német hercegségekhez képest, ez valami. Budán, ugye, a királyi palotában volt az ő nádori székhelye, és Pestet, mint nádori székhelyét fejlesztette ő, és felismerte azt, hogy a birodalom jövőjét úgy lehetne megalapozni, hogyha Magyarországot nem alárendelnék az örökös tartományoknak, hanem vele párhuzamosan fejlesztenék. A párhuzamos fejlesztés lenne a jövő, és hát ebben ő ugye élesen szembe került Metternich herceggel, ugye József nádor
a magyarok párhuzamos fejlesztését. Míg Metternich ugye Magyarországnak elsősorban, mint agrár ellátó országnak, nyersanyag termelő és piacszervező területnek az örökös tartományok, az iparilag magasabban fejlett örökös tartományok Csehország, Ausztria, stb. Ezt képest. József elveszítette ezt a küzdelmet. A bécsi udvarban mindig is Metternich volt az erősebb, emiatt ő egy kicsit ellenzéki szerepbe került, de épp ezért tudta támogatni, ha nagyon óvatosan és ha nagyon vigyázva is, de végül is azt a magyar reformmozgalmat, amely többek között éppen Magyarországnak a birodalmon belüli önrendelkezéséért és helyzetének javításáért küzdött. Ugye József gyönyörű kastélya Halcsúton állt, ugye itt látjuk sajnos a háború után, nem a háború következtében, sajnos leégett és hát eltűnt a kastély mögüle, most csak a homolozat van meg, de van egy gyönyörű öröksége Józsefnek, nem csupán, ő az egyetlen Habsburg, akinek egy teljes egész alakú szobra van Magyarországon, most már ugye Mária Teréziát fölállították Gödöllön újra, és Rudolf főhercegnek is van egy szobra a Városligetben. Egyébként a Rudolf szobra, az nem volt Nagyberkibe, az állami gazdaságnál, ahol ott állnak ilyen gyönyörű szobrok, mint tudom én, a földműves, akkor a pásztor, stb. És ott az a vadász közöttük. És ott ugye mindenki tudta helyben, a pártitkár is, hogy ez Rudolf főherceg, de nem árulták el, ugye nem volt ebből semmi probléma, tehát nem bulldozerolták le. De Rudolf főherceg szobrát megmarad egy az egyben, most elhozták újra Budapestre, a Városligetben van. De miről van szó? Rossz, hogy József Nádor, ugye őt imádták a magyarok, ő a mi Habsburgunk, ugye, aki mint egy szimbolizálta azt, hogy nem volt törvényszerű, hogy az uralkodó család és a nemzet között örök feszültséges probléma legyen. De ami még az ő emlékét őrzi, az Magyarország legszebb mamutfenyője. Ez Alcsúton van szintén, de nem benne a parkban, hanem mellette a Csaplári erdőbe. Ha valaki még nem látta, aján, nagyon tudom javasolni, hogy kirándulni, hogy elképesztően gyönyörű, hogy az ember megy föl egy oldalba, egyszer csak a kisebb növények úgy elhúzódnak, mert az óriás már, ahogy mondani szokták, ernyőt kapott, tehát egy egész hatalmas, gyönyörű, gyönyörű darab. 1830-ban ültette József Nádor, ugye ezzel ott nyulakra vadászott, de valójában csak hallgatta az erdőben a lomzúgást. Gyönyörű, gyönyörű darab. Van még egy más szép mamutfenyünk, de ez a legszebb. Ez önmagában is jelzi. Egyébként nem csak a mamutfenyünk, hanem a platánok is. Nagyon szerette a platánokat, hiszen ugye az ő gyerekkorában, hiszen ugye Firenzében töltött hatalmas mennyiségű, ugye óriási platán tömegek voltak. De én még nem is érdekel Széchenyi, ez mindenféle butaságról beszélek, csak az előzményekről, tehát most kicsit gyorsabban meg kell pörgetni a dolgot. Tehát itt van, látjuk a fertőbozi gyönyörű kilátót, ahol Széchenyi Ferenc ugye fogadta József Nádort, ez az egyik legszebb kilátás a fertőtóra. Ugye az a Széchenyi Ferenc, aki azután ugye megalapítja a Nemzeti Múzeumot. Itt látjuk a múzeum gyönyörű freskóján a jelenetet, amit az aranygyapjas ruhájában ugye Széchenyi Ferenc átnyújtja, mint egy allegorikusan József Nádornak, aki a Szent István rend díszruhájában van, éppen átnyújtja az alapító levelet. Egy olyan kulturális alkotásért, ami szimbolizálta azt a korszakot, amely éppen következik, és aminek az ő fia volt az egyik nagy főszereplője. Ez a palota, amit itt látunk, ez Bécsben, ugye ma úgy hívják, hogy a Vilcsek palota, de a Vilcsek grófok csak később kapták meg, ez annak idején Széchenyi Ferencé volt, és itt született István. Majd pedig ugye a fiatalember, most a gyermekkorával kevesebbet foglalkozunk, igazából először komolyan az élet dolgaival katonatisztként szembesült. Itt látjuk a győri csata jelenetét, mellette pedig az emlékművet, amely ma is őrzi azt a győri csatait, ahol Napóleon seregei, elsősorban Eugène Beauharnais alkirály vezetésével jól megverték a hadsereget, ezen belül a magyar nemesi felkelést is. A magyar nemesi felkelés egyébként messze nem szerepelt olyan rosszul, mint ahogyan azt aztán a köztudatban többek között Petőfi verse nyomán ugye megmaradt, de kétségkívül kiderült az, hogy alkalmatlan, már nem korszerű hadiforma, de a fiatal Széchenyi fiúk, ugye István, Pál és Lajos, mint a hadsereg tagjai remekül szerepeltek, és így István számára megnyert a vágy, a lehetőség, hogy katonaként folytassa pályáját. Egy huszár
tiszt abban az időben, az egy tulajdonképpen egy középvállalati logisztikai menedzsernek felel meg. Ugye gondoljunk bele, hogy egy 100-200 fős alakulatot 250 lóval, teljes málhával, mondjuk el kell jutatni Győrből Párizsba. Nem rossz feladat, mert ezt úgy ki kell számolni, hogy minden nap legyen reggeli, ugye a lovaknak is, ne csak az embereknek. És akkor még arról, hogy jön az ellenség, és arról még egy szót sem szóltuk. Tehát azért nem akármilyen teljesítmény volt ez. Egy huszártiszt, egy huszár százados, ugye erre a rangra emelkedik föl majd Széchenyi, teljesítménye az egy elképesztő gyakorlati tudáson alapul, amely gyakorlati tudás azután az ő reformeli tevékenységében óriási, döntő szerepet játszott. Itt a Tolentinói csatát látjuk. Tolentino, ez a Márkákban van, Közép-Itáliában, az Adriai partokhoz közel. Napóleon veresége után ugyanis Széchenyi Nápolyba kerül egy rövid időre, de Murat, ugye Joaquin Murat, a nápolyi király, aki eredetileg Napóleon haverja volt, vagy vele együtt emelkedett föl, mint jakobinus hadvezér, majd pedig nápolyi király lett belőle. Kezdetben, amikor Napóleont megvették a szövetségesek, akkor átállt az osztrákok oldalára, de amikor elbárul Napóleon visszajön, és meghirdeti, hogy irány Párizs, akkor Murat is újra vissza a Napóleon oldalára, és meghirdeti az olasz egyesítést, hogy ő azért küzd, hogy Itália egységes legyen. Ezért a Tolentinói csatát ma az olasz egyesítés első nagy csatájának tartják. Egyébként megvan a gyönyörű emlékműve egy bájoské dombon, Tolentino határában. Érdemes oda menni, de a motózás van a haraszban, ott valami mozog, akkor jobb az lépcsőn maradni, különösen ugye nyári napsütésben, mert ott mindenféle bűbájos egyéb élőlények is előfordulnak ott a melyekkel. Hát nem biztos, hogy szolidárisak ugye a fiatal Széchenyivel. Egyébként kapott egy komoly laposvágást, ugye ő vezette a századát, a csatában kitüntette magát, nagyszerű kitüntetést kapott, de ez volt az utolsó katonai küzdelme. És ezután tulajdonképpen egy átmeneti időszak következik, Széchenyi meg azt hiszi, szeretne nagy katonai karrier befutni, de befutcsol a karrierje. Nagy valószínűség szerint eljárt a szája, egy sebesülés után Prágában ápolták, és ott minden ilyen szerint ott tett egy megjegyzést, hogy hát ez a monarchia nem sokáig bírja, ezt arabokra fog potyogni, és egy besugó befújta, és valószínűleg emiatt legfelől szállták az ő. Tehát megmaradt kapitánynak, nem sosem tudott őrnagynak előbbre lépni. Így aztán állandóan szabadságon volt, több mint 9 évet volt szabadságon, azért ez nem rossz arány, ugye? Ez a 9 év alatt pedig utazott, ugye sokfele utazott, többek között Dél-Itáliában is, az Égei-tenger környékén, itt alakult ki a világnézete, megszilárdult vallásossága, amely egy felvilágosult morál központú vallásosság, nem a felekezeti részletek érdeklik, hanem a jó cselekedetek, a cselekvés. Azt írja, hogy én betartom vallásom szabályait, de ugyanúgy betartanám, ha török lennék, vagy hogyha a napot imádnám. Mert végül is mindegyik vallás csak egy eszköz arra, hogy az abszolútumot. Az emberek próbálkoznak, de valóban az abszolútumot úgysem tudják megközelíteni. De mindenki maradjon meg a megszületett, mert tulajdonképpen mindegyik jó, vagy mindegyik ugyanolyan rossz. Ugye? Mert az abszolútumot vagy sikerül ugye megragadni, vagy nem. Nagy roppant érdekesek a gondolatai az ügyben, de rögzülnek ezek, és az ő számára alapvetően egy olyan tevékenység központú, morál, cselekvés központú, erkölcsi központú vallásosság alakul ki, ami ezután hát egy hihetetlen energiaforrás lesz egész életében. Angliában pedig ugye mivel találkozik? Ugye a gépekkel, a lótenyésztéssel és az alkotmánnyal. Tehát mi a minta? Ugye ráismer saját hivatására, a nyomorult, szegény, elmaradott kis Magyarországot föl kell emelni. És ebben a fölemelésben mi a minta? Anglia. Olyanná kell tenni, mint Anglia. Ilyen egyszerű a feladat. Még van se olyan rossz ötlet szerintem, de nem veszünk bele. Végül is ezek az előzmények
egy zseniális barátság hatására állnak össze teljes képpé számára. Veselényi Miklósról van szó. Veselényi az erdélyi báró, aki ugye nádor ősök előtt, ugyanúgy van híres ménese, ugye nagyszerű birtokai, aki ugyanúgy ismeri a felvilágosodás irodalmat, egy hihetetlen figuráról van szó, hogy elképesztő vonzereje van, hihetetlen ereje van, ugye református vallásokat, és református barátságot, ugye nem bántják ugye a felekezeti problémák. Olyan fizikai ereje van, hogy eltöri a lópatkot. De ugyanakkor már 16 éves korában ógörögül levelezik. Nem tudom, hányan leveleztünk itt ógörögül a jelenlevőkön. Én sajnos nem tartozom ezek sorában. De szóval, hogy azért ez a Veselényi Miklós nem egy akárki, és az ő révén, az ő barátsága révén teljesedik ki Széchenyi számára az igazi hivatás, Magyarország fölemelése. Ezért kell cselekedni. És ennek a mintái ugye állnak össze teljes képviselően. És jönnek a nagy lépések, ugye mit kell tenni? A nyelvvel kell törődni, ugye? Tehát egy tudós társaságot kell létrehozni, amely a nyelvünket fejleszti, mert a mi nyelvünk, mert az a nyelv maga az élet. Tehát ha az életünket se tudjuk fejleszteni, a nyelvünket nem fejlesztjük. Tehát a kettő a legszorosabban összefügg egymással. Persze más nyelveket is kell tudnunk, és más nemzetek más nyelveken fejlődnek, de nekünk is a magunkéval különben lemaradunk, nem tudjuk elsajátítani a világ civilizációjának gyönyörű eredményeit. Széchenyi maga ugye az akadémia palotájában sosem lehetett, hiszen csak a 60-as években épült meg, de maga a gesztus ugye egyébként tegnap, ugye november 3-án volt 191. esztendeje annak, hogy azt mondta, hogy birtokaim egy évi jövedelmét ajánlom fel, a feláll egy ilyen társaság. Hol legyen ez a társaság? Ugye egy olyan központot kell találni, ahol ez a haza fölemelő energia központosulhat. Az elitnek találkoznia kell, ugye meg kell beszélnünk a problémákat, információ kell, továbbá ellenőriznünk kell azokat, akiket megbízunk egy feladatot, hogy azt hogyan hajtják végre. Ehhez tehát egy központ kell, oda kell vonzani az embereket. Hogyan lehet oda vonzani? Például olyan nagyszerű szórakozásokkal, mint a lóverseny. A lóverseny nem az, hogy kimegyek a lovira és földobom a fizetésemet és gazdagodom. Nem, a lóverseny az a lótenyésztés, nagyszerű feladatának az emelésére van. Márpedig a kor alapvető gazdasági szállító eszköze ugye segít a lovaskocsi és a ló állati energiája. Továbbá nincs magyar hadsereg huszárság nélkül, és nincs huszárság ló nélkül. Tehát a ló verseny az nem egyszer egy úri szórakozás, hanem egy fantasztikusan jó eszköz arra, hogy a lótenyésztés színvonala emelkedik. Ráadásul a versenyek odavonzák a komolyabb a társadalmi elit felső csoportjait arra a központra zajlik, és ott közöttük akkor az eszmecsere, az együttműködés felgyorsul. Ugyanezt a cél szolgálja a klub, ugye, angolul a club, amit megismer Londonban. Mai napig megvan egyébként például az Athénaum klub, ahova Széchenyi járt. Hát nem piskoltad bevenni, de és az ember az a fekete bőr, biztos sokan ismerik azokat a bútorokat. Amikor az ember tudja, hogy már 300 éve ott van az a bőrkarosszék, és annak a bőr nemességében ugye hirtelen megérezzük annak a közösségnek a nemességet, a méltóságát, amivel tartozik. Felismerte azt, hogy ezek az elit találkozóhelyek nagyszerűen alkalmasak arra, hogy ott a haza dolgáról a komoly emberek tanácskoznak. Ez itt a Cirelki palota, amit itt látunk. Ugye a mai Budapesten, a Kossuth Lajos utcában állott ez a palota, ma már sajnos nincs meg a háború idején elpusztult, az úttörő áruház volt mellette, talán valaki emlékszik rá. Az úttörőház is nagyon érdekes, egy másik kultúrkörbe vezet, úgyhogy nem megyünk el az irányba. Később ugye, tehát ez lett a nemzeti kaszinónak, azt mondja, a kaszinó a magyar nyelvben, tehát az angol clubnak, a klubnak felel meg. De ennek is hol kell lennie? Ugye olyan helyen kell lennie, ahol az ország központosulása, közepesülése megtörténhet. Egy gyönyörű nagy műveiben, a Hitelben, a Világban és a Stádiumban Széchenyi kifejti azt a koncepciót, hogy hogyan kell ezt megcsinálni, hogy hogyan lehet valóban egy elmaradott, nyomorult, feudális
periférián levő kis országot fölemelni, hogy mik a legfontosabb lépések. Széchenyi személyében szinte nem talált ki semmi újat, csak olyan elemeket vetett, amit már a kortársaival előtte járó kitaláltak. Az ő lenyűgöző korszakos, zseniális érdeme az ennek a sok-sok elemnek egy átfogó közös programba fűzése volt. Annak az összkoncepciónak a kitalálása. Ő volt a magyar polgárosodás és nemzeti újjászületés első nagy programadó egyénisége. Ezek a művek ugye tartalmazzák alapgondolatait. De még egy nagyon drámai pillanat van, hogy a Magyarország nem magában létezik a világban. Tehát Széchenyi kezdettől tisztában volt azzal, hogy mi egy hatalmas európai összjáték része vagyunk. És valahogy a történelem, a geopolitikai történelem ajándékozott nekünk egy csodát, ugye keresztül folyik az országunkon egy hatalmas víziút, amely alkalmas arra, hogy a nyugat áruit keletre vigye, a nyugat eszméjét ugye exportálja a kelet irányába. Egy hihetetlen gazdasági mozgás tesz ez lehetővé, csak van egy nagy baj, ugye? Ez az útvonal, a Duna, az leáll a hegyek között, ugye átrágta ugyan magát a Kárpátokon, de a Kazánszoros, a Vaskapu, ugye az év jelentős részében nem hajózható, alacsony vízállásnál át lehetett ugrálni a sziklákon. Ma már nem, mert tudjuk, hogy a jugoszláv-román vízi erőmű ugye 30 méterrel fölemelte a vizet, de hát akkoriban még nem ez volt a helyzet. És akkor ugye, tehát a Duna egy vakzsák. Szóval a vakzsákot ki kell nyitni, mondja Széchenyi. És akkor a Rajna vidéktől Konstantinápolyig, ugye egész Európán át árad majd az áruk, az eszmék csodálatos folyama, és ennek a nagy, grandiózus, elosztó állomása, az valahol Magyarországon lesz, ugye hozzunk létre egy központot, ugye, és hogyan tudunk létrehozni egy központot, mi ennek a módszere, hogyan kell ezt csinálni? Hát így kell csinálni. Egy középkori városkát és egy sertési zaladákkal teli gazdasági központot össze kell kötni egy állandó híddal. Ez a híd azonban nem a Lánchíd, ez a Hammersmith Bridge a Temzén Londonban. Meglátni és megszeretni egy pillanat műve volt. Széchenyi meglátta a hidat, azt mondta, ez az. Itt épp az oxfordi csónakversenyek idején látjuk, amint a teli van, hogy a nézőközönség bámolja. Széchenyi azonnal a tervező mérnököt, William Tierney Clarkot kereste föl, és azt mondta neki, hogy uram, na ezt kellene négyszer ekkorában a Dunára oda áttenni. Clark mester végiggondolta a feladatot, és azt mondta, hogy yes. Mert bizonyosan még másokat mondta, ez most egy történeti rekonstrukció volt, de valószínűleg a válasznak a leglényegesebb szavát, ezt kb. Így írhatjuk körül. Ez a kis matató rajz, ez Széchenyi naplójából való, amikor ő oda skicceli, hogy na a hidat, azt kell, hogy képzeljük el? Tehát Lánchidat képzeljünk el, ugye ez is az ő gondolata volt, persze a tanácsok alapján. Sztörnek már ugye megtervezett egy elképesztő csodát a kor legmagasabb műszaki színvonalán, egy olyan modern közlekedési műtárgyat, ami összeköti a hegyet a síksággal. Tehát két különböző gazdasági adottságot jelentett, ahol eleve működik a csere. De nem csak a hegyet a síksággal, hanem a középkori történelmi központot, ugye Budát, összeköti a modern, dinamikusan fejlődő sertés és jó, gyapjú és gabona kereskedelmi központtal. És ezt a két dolgot, tehát a történeti örökséget és a modern gazdaságot összekötjük, akkor egy olyan központot hozunk létre az állandó híd révén, ami egy új főváros lehet. Magyarország új fővárosa. És ez a zseniális gondolat, ugye ennek a drámai pillanat, amikor a Lánchíd alapkőletétele történik, itt Barabás mester gyönyörű, hogy hívják, hát látjuk itt, csodálatos, akvareljét, ugye, ami ezt mutatja, és a Lánchíd, ugye, ami a mai napig áll, és a mai napig nem pusztán mindez, amiről beszéltem, hanem még több is. A híd az egy metafora, egy gyönyörű kép az emberi kultúrában, az átívelünk valami nehézséget, összekötünk két különböző világot. Tehát a hídban benne van mindaz a szimbolikus értelem, élmény, lendület, hangulat is, amit Széchenyi maga beleérzett.
A Láncid az én politikai termométerem, mondta ő, hogy a Láncid épült és gyarapodott, úgy hit abban, hogy Magyarország valóban nem volt, hanem lesz. És a 40-es évekre ugye itt látjuk a magyar reformkor legkiemelkedőbb figuráit, a 30-as évek nagy programadó egyéniségei, Széchenyi és Veselényi Miklós, Veselényi, aki a modern ellenzékiség megteremtője, a régi klasszikus rendi sérelmi ellenzéket, modern, liberális, reform ellenzéki szervezi át, és a 40-es évek fiataljait látjuk, ugye, akik viszik tovább a programot és a gondolatokat, ugye Deákot és Kossuthot. Ez a négy figura, Széchenyi, Veselényi, Deák és Kossuth, a magyar reformkornak nem egyszerűen politikai vezéregyéniségei, hanem akiknek a szelleme, a tudása, az esze, a műveltsége, gyarapította, hozta létre azt az alapvető koncepciót, amelynek alapján 1548-ban azután a magyar polgári átalakulás döntő fordulata bekövetkezett. Persze rengeteg vita volt közöttük, nagyon sok mindent másképp gondoltak el, millió ellentét volt, amin vitatkozni lehetett. Ugye ezek közül most kiemelünk egy fiatalembert, ugye Kossuthot, aki itt született Monakon, ebben az egyszerű kis falusi házban, ugye Kossuth László, mint nemesi ügyvéd, az édesapja, Weber Karolina, az édesanyja, aki egy postamesternek volt a lánya, de a polgárcsalád Eperjesről számozottak, az egyik őst még Karafa tábornok végezte ki. Itt látjuk a piaristák, Gyönyörűskát, Sátoraljőjén, az evangélikus Kossuth piarista iskolába járt, tehát a felekezeti problémáktól már fiatal korában megszabadult. Ugye is itt látjuk Eperjesen tanult református kollégiumban, majd Sárospatakon, és mint nagyszerű ügyvéd ugye átvette az édesapja klientúráját, itt éppen a Terebesi kastélyt látjuk, Tőke Terebes, Trebišov, mely Szlovákiában, egy remek agrármúzeum van itt, a kelet-szlovákiai agrár. Ha valakit érdekelnek a csorosze fajták és az eke típusok, akkor feltétlenül menjen el a Trebišovba, mert megismerheti a kelet-szlovákiai agrártörténelmet. Lehet, hogy itt valami mást is lehetne. Tegnap még másképp tartottam ezt az előadást. Ma kaptam egy e-mailt, hogy a Betléri Krasznahorkai Múzeum, amely a legnagyobb Andrássy Múzeum, megkapta a Szlovák Nemzeti Múzeumtól a programparancsot, hogy Terebesen imáron ne kellett szlovákiai agrármúzeum legyen, hanem például egy Andrássy kiállítás. Andrássy Gyula, ugye mauzóleum, ott van a udvarban, a parkban hátul. Ugye és a drága betléri kollégák ugye kérnek engem, hogy ebben vegyek részt. Tehát ha ezt tegnap tartottam az előadást, ezt a csúcs poént nem tudtam volna bedobni, hogy ugye a kelet-szlovák agrármúzeum megszületett vége, és az Andrássyak. Miért az Andrássyak? Mert Szapári, a Szapári örökség, az Szapári Péternének volt az ügyvédje Kossuth Lajos, és Szapári Péterné lánya, Szapári Etelka volt Andrássy Károlynak a felesége, és az ő gyermekük Andrássy Gyula. Tehát itt láthatjuk a fiatal Kossuth Lajost, amint épp a Grossznő beszélget, és a két gyuszika ott szaladni, lehet, hogy leugrik rólam a helyzet, bocsánat, a zsebre várom is. Tehát a kis Andrássy Gyuszikát képzeljük el, a Monarchia Magyarnik külügyminiszterét, aki a bécsi kongresszuson ugye diktál a fél világnak, ugye többek között Oroszországnak, ugye itt rohangál föl alá, Lajcsi bácsi, Lajcsi bácsi, ez is egy rekonstrukció, nem tudjuk így történni, de körülbelül így képzeljük. Kossuth azután ugye nagyszerű megyei főrepet játszik, ez ugye az egykori Sárosi megyeházam, a sátorajai városháza, aztán ugye tudjuk, hogy ő is hát könnyelmű volt sajnos, elismerte mindig a hibáját, de ezt ellenfelei komolyan kihasználták, és így el kellett hagynia Zemplén megyét, és nem is nem buta voltam, de ez nem Sáros, hanem a Zempléni megyeháza volt itt. Pozsonyba kerül ugye a pozsonyi országgyűlésről, tudósítja a barátait, megteremt valami drámaian fantasztikus dolgot, megteremti a modern politikai nyilvánosságot, ugyanis nem létezett még korábban korszerű azonnali értesítés. Az országban nem tudták, hogy fönn Pozsonyban miről tárgyalnak. Kossuth azt találta ki, hogy levelezik, és levelezésen, ugye, ami az alsó tábla ülésében történik, arról levelekben értesíti barátait, akik egyébként azért szívesen fizettek neki. Tehát ebből még ő, mint újságíró, meg tudott élni.
Az országgyűlési tudósítások a mai napig lenyűgöző forrás, bázis arról, hogy milyen nagyszerű küzdelmet folytatott a reform ellenzék a magyar polgári általuk esett. És amikor véget ért az országgyűlés, akkor Kossuth rájött, hogy most nem az kell, hogy a vidék tudja, hogy mi történt Pozsonyban, most az kell, hogy a vidék mindenhol tudja, hogy máshol vidéken mi történik. Tehát a városok, a megyék tanácskozásairól kell ugye értesíteni egymást, és ez a törvényhatósági tudósítások körébe történt. Ez azonban már sok volt a Metternichi politikának, amely egy terror politikát indított el. Letartóztatták Veselényét, az országgyűlési ifjakat, Kossuthot is. Ez az épület mai napig megvan, ilyen egy fogadó volt, egy az Istenszeme fogadó, átépítették, de Kossuth szobra ott van mellette, mutatja, 1837 tavaszán itt tartóztatták le, és a börtönben Kossuth, ugye fölvitték a Budai várba, a József kaszárnyába, majd ott van rajta Kossuth emléktámlája, és Kossuth hát 3,5 esztendőn át nem tudták megtörni, mondjuk nem volt fizikai kényszer, de nem engedett abból, hogy a magyar embernek joga van elmondani a politikai véleményét, és a király és a kormány nem azonos egymással. Tehát ha én a kormányt bírálom, mert én rábíztam az ország vezetését, és azt nem megfelelően csinálta, az nem felségsértés. A szólás szabadságot azt tiszteletbe kell tartani. Itt már egy rendi jog, ugye, mint modern szabadságjog jelenik meg, és Kossuth nem véletlen, ugye elképesztő tekintéllyel, olyan tekintéllyel jött ki a börtönből, hogy ezt aztán üzletté kívánta változtatni a Wanderer nyomda vállalkozás, és elintézték Metternichnél, hogy lapengedélyt kapjon. A Pesti Hírlap lett Kossuth lapja, amelyben már a 40-es évek fiataljainak a programja bontakozik ki. Még ugye, hát sok szempontból vitatkoztak a reform részleteiről, többek között például a jelenkorban író újságírókkal, többek között Széchenyivel. De sose felejtsük el, hogy Széchenyi és Kossuth vitája az a reformról folyó vita, tehát az a mi modern, az azóta eltelt 150 évnek volt a politikai élménye az, hogy Széchenyi és Kossuth ellentétébe belevetíti, belemagyarázza a magyar nemzet nagy történelmi problémáit. Hát a Széchenyi és Kossuth között van a legnagyobb ellentét, akkor hol van Metternich, hol a bécsi udvar? Tehát nem felejtsük el, hogy ők a reform oldalának, az átalakulás oldalának, az ellenzéknek voltak a kiemelkedő figurái, akik ugyanakkor persze hát erőteljesen veszekedtek egymással, ugye, hogy hogyan. Hát most véletlen, ha valaki az életét, a becsületét teszi föl arra, hogy a hazán segítsen, akkor világos, hogyha ha vita van, ugye, akkor az nagyon súlyos, nagyon mély kérdéseket is érinthet. Széchenyinek nem tetszett az a modor, ahogy Kossuth politizált, ugye, és így fogalmazott Kelet-népe című vetiratában, hogy én a Pesti Hírlap szerkesztője szándéka tisztaságáról, ugye legkisebb sem kételkedem, elveit is jobban ámosztom, sőt, legnagyobb részt magamévá teszem. De, azt mondja, ekképp egyedül azon modor ellen lehet van kifogásom, mely szerint ő azt hiszi, fölemeli az át, én azt hiszem sírba dönti. Miért? Milyen modor ez? Mi ezzel a probléma? Így fogalmaz Széchenyi, francia modor, tehát magyarul a jakobinos örjöngést, a forradalomnak ezt a legborzasztóbb terrorisztikus szakaszát látja bele Széchenyi Kossuthba. Mint Dumoulin, Danton, Saint-Just, Marat, Robespierre. Azt mondja, és azt ő nem, tehát ők jobbadán jók, de jót akartak ezek az emberek, de mi lett a vége? Oly vadbúzgó tébolyságba estek, hogy fele barátaik jólétére felcsordultik, fertőztetik embervérrel a hazai oltát. Nagyon kemény szavak, nagyon erős kép ez, nagyon-nagyon durva fogalmazás ez. Lényegében azt mondja, hogy Kossuth, amikor élesen megfogalmazza a jobbágyok nyomorát, élesen megfogalmazza a vámkizsákmányolást, Magyarország gazdasági tönkretételét, amikor élesen megfogalmazza azt, hogy a magyar embereknek bele kéne szólniuk a maguk sorsába, akkor valójában itt a jakobinus örjöngés jelenik meg. Széchenyi azonban ezzel magára maradt. Senki nem értett vele egyet.
a reformellenzék többi vezető is Kossuthot egy becsületes középutasnak látták, nem egy Szenzsüstnek vagy Robespierre-nek. Tehát Széchenyi itt, hogy mondjam, az ő félelmei, azok minden bizonnyal túlzottak voltak. Kossuth a Felelet című kötetben válaszolt neki, és azt írta, hogy Széchenyi volnék, ugye megvallom, legjobb és hasznosabb dolog művelni, mint pusztán Modor ellen írni 24 évet. De nem csak ilyen szituatív érveket, hanem azt fogalmazta meg Kossuth, hogy másképp látják a világot. Széchenyi azt írta át, hogy az alvó nyomorult magyar nemzetet ő fölébresztette. Elindította a fölemelkedés útján. Ezért úgy érezte morálisan felelős mindazért, ami történik. És ha mások is ebben beleszólnak, belematatnak, akkor abból baj lesz. Ha nem úgy megy, ahogy a nő elképzelte, akkor abból nagyon-nagyon nagy baj lesz. Kossuth erre azt válaszolta, hogy most modern szavakkal fogalmazok, ez szociológiailag nem stimmel a dolog. Nem tud egy ember fölébreszteni egy egész nemzetet, ilyen nincsen. Az átalakulás folyamata már zajlik, már több mint fél évszázada zajlik, ugye második József óta zajlik. És ezzel a millió mindenfélét kitaláltak és csinálnak. De Széchenyi, tehát nem azért zseni, amire ő magát gondol. Mert azt mondja, hogy háromféleképpen lehet ám cselekedni, ugye? Lehet, hogy valaki a nagy ötlettel, ugye, korán jön, ugye, akkor nem értik meg az emberek. Hiába ő a zseni, ugye, a dologból nem lesz semmi. Ha valaki későn jön, ugye, akkor már olyan ötlettel jön, amiből esetleg baj lesz, mert már túl vagyunk rajta, ugye. Világot akar gyújtani, de ehelyett még jó, ha nem gyújtja föl a házat. Mi a zsenialitás igazi ismérve? Széchenyi a kor szükségének hatalma alkalmas percben ragadta meg. Ő korának nyelvévé lőn. A nemzet legjobbjai gondolatának szavakat adott. És azt mondja, most nem lehet lenni. Újjait a kornak üterére tevé. És megértette lüktetését. Ezért, egyenesen ezért tartom én a legnagyobb magyarnak. Itt Kossuth ugye megismétli a feleletben azt, amit egyszer már a Pesti megyegyűlésen elmondott, amikor a börtönből kijött, ugye, hogy ki is Széchenyi a magyarok számára. Azt hiszem, ez pszichológiailag és szociológiailag is egy elég pontos megfogalmazás a Széchenyi zsenéjéről, hogy valóban elképesztő képessége volt arra, hogy a kor igazi szükségeit megragadja. Nem korán, nem későn, pont a kellő drámai pillanatban. A többiek véleményét pedig Deák összegezte, Deák Ötvös Batthyány, akik mind Kossuth mellett álltak ekkor, Széchenyivel szemben. Mert mi van? Hát a Kossuth tényleg jakobinus őrjöngő, akkor Metternichnek van igaza. Hát Metternich ugye azon az alapon vezényelte a terrorpolitikát, mert hogy a magyarok ugye fölforgatják a társadalmi rendet, az igazságot, az erkölcsöt, a birodalmat. Hát, hogyha Kossuth tényleg őrjöngő jakobinus, akkor Metternichnek igaza van. Kvázi Széchenyi akaratlanul is apológiát írt az ellenünk használt terrorizmusra. Írt a Veselényének, ugye, Deák. Aztán a vita ugye, tehát zajlott tovább, tehát nem lett ebből végül is akkora nagy probléma. Most ebben elég durván az idő végén vagyunk tulajdonképpen, be kellene fejezni. Még rengeteg részlet, szóval egyetlen egy részletet mondok még akkor el. Itt a képen ugye Munkácsi híres képét látjuk. Egy nyelvezetes bibliai jelent, amit abban az időben még történetileg is hitelesnek gondoltak. És előtte van ugye az a jelenet, amikor a helytartó megkérdezi, hogy vajon kit engedjen el, ugye a Názáretit, vagy pedig Barabást, a gyilkost. És akkor ugye a tömeg azt kiabálja, hogy Barabást. Erről elkezdtek vitatkozni a sajtóban. Ugye Széchenyi azt írja, hogy miért nem lehet megadni a választójogot a jobbágyoknak, a parasztoknak. Hát azért, mert nem, az emberek műveletlenek és ostobák. Tehát nem lehet rájuk bízni, hogy önmagukról döntsenek. Lám ugye, idézi a példát, ugye ítéletében téved az ostoba és buta nép. Ugye még képes arra is, hogy Krisztus ugye minoritásba hagyja ő Barabás ellenében. Mit válaszol erre Kossuth? Azt mondja, igen, így van, tudom. Tudom, hogy a népirőmű gyakran tévedhet.
és Krisztus is mindazármatek. De, és itt látjuk az új nemzedék hangját, a 30-as éveket képest, a 40-es éveket képest. De azt is tudom, hogy a nép tévedjen bár ítéletében, de ítél. És Krisztus Urunknak halni kellett, mert a nép őt minoritásban hagyja Barabás ellenében. Mit lehet tenni? Mi a megoldás? Ugye? Később erről úgy vitatkoztak, hogy Széchenyi azt mondja, hogy ha majd megtanultál úszni, akkor bemehetsz a vízbe. Ilyen nem lehetséges. Ugye? Úszni megtanul, csak a vízben lehet. Mit lehet a megoldás? Persze ők még hittek a pedagógiában, hittek a tanítás minden hatóságában, ugye hittek abban, hogy az ember perfekcionizmusa lehetséges. Tehát amit egyes ember jó szándékkal, ugye jónak hiszem, azt el kell, hogy a közönség helyeslését megnyerje. Tehát magyarul tanítani kell az embereket, nevelni kell őket. Ugyan lehet, hogy akkor is rosszul fognak dönteni, nagyon sokszor, de még mindig több az esély annak, hogy előbb-utóbb jól döntenek majd. Mert, és itt a lényeg, alkotmányos nép akaratja nélkül azt még csak nem is boldogíthatjuk. Tehát az embereket nem lehet akaratuk ellenére boldoggá tenni. Vagyis röviden, Széchenyi nem volt demokrata, mint Kossuth demokrata. Széchenyi azt gondolta, az emberekért dolgozunk, de az embereket magukat nem lehet rábízni a sorsukat, mert elrontják. Még Kossuth azt mondta, hogy láttuk, hogy sokszor elrontják, de nincs más mód tovább lépni. Az emberekre rá kell bízni a döntést, még ha rosszul döntenek akkor is, és bízni kell abban, hogy előbb-utóbb, ha újra és újra döntetnek, akkor majd korrigálják hibáikat, és jól fognak dönteni. Hogy még millió mindenre vitatkoztak, sajnos nincs már mód ugye tovább menni, még egy eszetet mondok, amikor egyetértettek, ugye ez az utolsó mondat, hogy a közterviselés ügyében a nemesi kiváltságokat meg kell szüntetni, ugye, és mindenki vegyen részt a közterek viselésében, és Széchenyi egy óriási ötletet kitalált arra, azt mondja, hagyjuk az adózó rendszert, mert akkor Bécs ugye begerjed és baj lesz. Csináljuk a következőt. Adjunk össze telkenként csak két garast. Mivel ugye a műveleti földterület az, több, az olyan méretű Magyarországon, ugye, hogy ebből több mint 6 millió jön össze. De nézd le, 6 millió, legyen 5. Szóval 5 millióra vegyünk föl kölcsönt, 100 milliós kölcsönt, és abból a teljes infrastruktúrás fejlesztést, a vasútépítést, a hidakat, minden gyönyörűen meg lehet csinálni. És mivel ezt mindnyájan adjuk össze, tehát közterviselésként érvényesül. Mire Kossuth azt mondta a nagyszülőt, hogy micsoda, te egyetértesz a gróffal? Igen, egyetért. A gróf egyetért Kossuthal? Igen, egyetértek vele. Azt mondta Kossuth, csak azt kérem, hogy az így összegyűlő summa egy részéből a jobbágyok megválthassák saját magukat. Felvessenek kölcsönt, hogy a földesúri főkésből kékét fel tudjanak emelkedni. A Széchenyi Kossuth vitte a végkísér telefonkor, de a Batthyány kormányban ott vannak a végén egymás mellett, válhoz vetve, ott is vitatkoznak még, de példát adtak arra, hogy bármennyire is erős a feszültség, ha a nemzet ugye ezt kívánja, akkor össze kell fogni. Deák Ferencnek azt a híres mondását valósították meg, amit ő 60-ban ugye idézett, és ha fölmegyünk Pestre és a mauzóleummal megnézzünk, ezt olvassuk a falon. Jobban tudom szeretni a hazát, mint utálni az ellenségeinket. Hát ennek az igazságnak adott példát Széchenyi és Kossuth.